elveszett élő volt nagy lelke. Na, elég sok XP-d van. Igen. Elég sok. Vegyél csokit. Ne, tud, arra nem kéne menni. Arra meg majd később mész. Arra meg nem vagy. Beszélj a szizével. Praise the Sun-nal. Ez a teljes neve. Asztóriai Dávid. Na! Mi van? Gyere Dark Souls-hozni! Nem megyek Dark Souls-hozni, hagyjál már békén, bazd meg! Mit kéntek el? A szét felle, geci, most már! Miért akar? Nem kérdezi. Kell foglalkozni vele, hogyha nem akarsz néha behívni bosszoknál embereket, mikor van hasznuk nekik lenni, tök mag, srác. Ja, most jönne velem? Igen. Nem most, hanem majd bizonyos helyzetekben nagyon jó lesz, hogyha jó ott van. Hogyha az ember úgy akar végigjátszani, hogy vizet. Csak vissza ide? Nem tudom. Nem, ne, csináld amit mondok, csak félelmetes, ugye. Arra kéne ugye, csak itt lesz egy baj. Sárkány jön, szóval fussál nagyon gyors, és kanyarodj el majd nagyon gyorsan. Gyorsan, Roli! Nem tudom, hogy a faszomba ért el, de elmélet nem. De lent vagy legalább. És megkaptad az összes XP-t az emberedből. És hogy itt nagyon óvatos legyél, ne arra. Nem ott menj ott le, igen ott. Ugye óvatos legyél, mert nehogy leessél, akkor jöhetsz még egyszer körbe. És akkor megvan a kis shortcutod. Boldog ember vagy. Azt mondom, hogy lehessen. Veszek neked csokit. Kör. Csak lemászik végig. Ülj le szépen, nagyon jó. Szintlépés. Ne, úgy itt. Tessék, adjak még lelket? Van még lelked, igen, és tudsz extra dolgokat kombózni. Nem kell mindet megenni. Konzumálni, nem tudok magyarul. Ne emberiséget, emberiséget. Ezeket? Meg használj kettőt. Használj persze kettőt. Többit ezt hagyni. Most van 4000. Hogy szarni, rakd be mindet, azt ma lesz a mindet. Ja, mit tizélünk? De csak akkor az a baj, hogyha mondjuk pont 5 nem lesz meg. Nem tudom elmondani, mit akarok, mindegy. hogy pont most... Mennyi lesz összesen? 6400 és pont úgy lesz, hogy 6000... Nem tudom elmondani, mit akarok, mindegy. Ez lépény 13 szinten. Amúgy nem fog csak 4. Max. Mikor... Kitartás, ami a staminát növeli, abból rakja 3-at mondjuk. És akkor még egyet a izére, erőre. Én nagyjából most nem rossz. Talán most már... vagy. És már használhatom? Használ, próbáld ki. A hatalmas géppisztoly. Ucsi. Zárom azt a szar, mindig úgy hagyod és idegesít, hogy ott van. A puszta jelenléte idegesít. Itt most föl, ugye? Most nem mondjuk a gurulásod, ez picit szar lett, amúgy igen, föl. Ezt szarom. De nem is hallom, és fogom nézni, hogy gyárk. Tessék. Viszket a lábam. A milyen dolog az, mikor a talpad viszket? Mert most jár, nem is tudok tovább menni. Nem. Mi volt az élet, csípazd meg? Szobd le a faszt. De itt menjél, nem kell felmenni, nem veszélyes. De mi? Veszélyes. Hát igen. Centiméterek kalandjai. Mit csinál? Itt kell menni, nem izé kerülgetjük ki a pórokását. Hát igen, itt jobb, itt szoktam mindig valamiért, itt jobb, mert jobban lát. Nagyon óvatos. Speedrunban nem lehet ilyet csinálni. Na. De hát most miért fordult rám? Hát mert nem a szúrt, hanem ütött. Szopja már le a faszomat ez is. Nem igaz. Lelketlen katonapajzs, az lehet, hogy jobb. Nézd meg, hogy itt kell megnézni a fizikai védelmét ezek ellen. Fizikai 100, ez tökéletes. A másik milyen? Várjál! Ja jó. Tehát mi? Ez ennek van benne? Ennek a fizikaia? Ennek 100, tehát tűz meg a stabilitása szarabb. Szóval ez jobb igazából. Ami most van? Aha. Papajzs.
Na, tehát már a fizikai jelen is szar. Az, mi legyen mindenkinek a százas fizikai jelenállása. A faszamat morogsz. Nem, mert fél. Nem fog leülni a sárkány, nem is fél. Hol jön meg? Ott az árnyék, ami. Ne, ezzel szúrni inkább ilyenkor. Nem tudok szúrni. De, tudsz. Csak menj hátrébb. Hílej. Várnak a kiguruljon a gyerek. Picit, aztán szúrsz egyet. Leszarod a faszba. Most, szúrjál. Igen. What? What? Gatling a gun. Ez mi volt jó? Meghaltál. Lök már le. Ilyenkor higgó ő szúr, akkor ne üss bele, mert végig megy az ütése, és még fide is védi nagyjából. Most healsz egyet. És akkor menj meghalni, tűzöd oda. Hát ezek ilyen részek, itt nincsenek ilyenek dolgok. Hát igen. A te pocskant jobban félek, mint ezek ártál. Dög. Kuruc. Mivel mérgezett vagy, fontosan sebződ. Nem vészes dolog. Csak sok. Sokat tart, mivel van egy ilyen. Az a pajzs nem védi le a sebzést, de van olyan pajzs, na a poison, de van olyan pajzs, amivel hogyha védekez, akkor levédi. Én visszamegyek egybe leülni, mert ez le fog fogni az életet. Hát de úgy, hogy visszajönnek. Hílni. Mi? De úgy, hogy visszajönnek ezek a mérgezett gecik. Hát egyesével kell őket megölni. Nem, ha vissza meghalsz. A hílej legalább akkor. Sokáig tart? Hát látod. Ugorhatsz a faszba, aztán vissza tudsz jönni. Nem kell visszasétálni. Hallod? Hm? Nem kell visszasétálni, le is ugorhatsz a faszba. Vissza arra, akkor azért, hogy bombfejlesz, hogy visszajössz ide. Nem halok meg? De! Azt akkor mi van? Visszasítálsz ide, nem fogsz veszíteni semmit, érted? Jó. Ezzel lehet nyerni időt, feleslegesen felsétálni hülyen létre meg én. És egy, na szóval egyszer. Mikor mérgezett vagy, látod, hogy 10 percig mérgeződni, a közelben nincs semmi lehetőséged leülni. Úgy is megdög lesz, csak máshol. Katika. De lokkod meg. Nem vagyunk a nézőm. Tika. Ugyan, mert leesen. Lelketlen katona deréksi! Ezeket minden perizol. Pont ezeket lenne jó periznél. Igen, de buzi. Túl messze van neked. A híd. Hogy lehet egyesével? Ide állsz, nem futsz tovább mondjuk. És elkezdesz hátrál, nézzük meg lehet leesni. Hátrálj, hátrálj, ne félek róla. Menj vissza! Ne állj meg itt, mert nagyon rossz hely, ez nagyon rossz. Menj ki ide, nézd meg utána nélek. A nyúl-e. Ajaj, és itt van itt helyed, rottan. A te pocskant jobban félek, mint ez a gerttel. Hát ha lenne ruhád, akkor mindig ez is ellásod, és jobb lenne. Jó, hát most lehet fölvenni, nem? No, tudod legyen. Nem kell minden. Ja, menj vele sokkal hosszabb a csíkon. Életelő hullám? Nem az életelő csíkot, hanem az lehet nem egy ütésbe fogsz átalakulni. Így áll, mert nagyon rossz vagy. Átalakulni. Megmérgeződni. Hát, még van egy ugye, átalakulás. Mert nem fog megmérgezni, mert az vagy. Mögöttem. De hogy jöttem? Hány gyereked van? Öt van. Létra, fiam. Szemételem. Létra, fiam. Vannak gurulási problémái. Hát most vannak. Még lehet, hogy mindenem használom a helyetben inkább az ő. Mit? Úgy sikertem át, hogy hílej, mi meghalsz meg? Engem használnád. Szerintem még nem jó. Nagyon sokat esz. Mit néztél? Azt, hogy duplán híleltem. Jajjaj. De még ragd vissza a pallostól. Meg vegy le a sapkára. Sokkának. Nézd meg, hogy gurulsz. Elviselhető. Bruh. Én vért fröt szeretem, azért jó, csak fröt csinálj az egész, meg van az a hangját, hogy zup. Hát igen. Javasolhatom, hogy menj vissza, ülj a bonfire-re. Ott is megy bonfire, de azt nem nézhet fel egy darabig. Jött. Le kell menni? El fog fogyni, onnan jöttél. Még fog elfogyni.
a hírem is kéne gyorsan. Hello! Nyalod meg a faszomat. Nope! Ez egy gonosz. Ez így meggyalázza a holttestüket. És így megáll és azt mondja, jó voltam ma is. Neki ennyi volt a mai feladata. Prizma kő! És odáig el kell jutni megint bazdmeg. Nem tudom, messze lett volna. De nagyon messze volt. Ezt mondta, hogy mondhatom az ideális vonalakat, hogy ne fuss belének. Jó, hát ez nem baj, hogy ezt belefutottam. Hát, a másik helyen is van egy fekete. Mert ez egy ilyen fehér lovag, meg van egy fekete csávú, az vicces. Ez a fajta kard nem szúr. Másikot még óvatosan. Aja. Puha, te lódzol? Na, meg tudtam ölni a nélkül, meg még egészen. Ez egy három extruzba kerül. Milyen extruzba? Hát háromszor ittem. Ja? 10 méhetet nektettünk és háromszor kell tűnni. Ezt tudod milyen utóversenyek mi? Nem a patályok miatt. Tudom, de nem az a lény. Ne menj fel megint a faszomat! Hát de ott a lelkem hülye! Leszorom! Akkor menj halkon így. Akkor nem fog észrevenni. Hát húzok vissza, hát nem ügyelünk. És mert nem tudsz elmenekülni, az a baj, mert nagyon jön. Mi az, hogy nagyon jön? Még én nem is vett észre. Nem most. Hogyha azt halka mész, akkor nem vesz észre, mert háttal van neked, aztán nézd meg. Szerintem gecire szembe van. Háttal van mondva. Ha halk vagy és felveszed, akkor felfeszed. De ha leveszem a cuccaimat, akkor halkabb vagyok, nem? Nem, nem számít. Nem GTA? Nem. Óvatosan menjed a vedd fel, de messziről vedd fel, ne az, hogy ráj közepébe, érted? Mindig a legszélén valahogy. Akcsi! Most nagyon szépen halkan sétál vissza lefele. Nem fogod tudni megölni, nincs az a kurva élet. És megindult. És így falon keresztül, mindenen keresztül. Nem tudod, hogy ennyi lélekért megérni annyira szopózni. Lébálni, jó? Undead Perish. Merre kell menni? Arra? Aha. De ott van a cigánykutya. Igen, de nem vetted fel, mi volt az ember testével. Ember. Te tudsz menni oldalra, csak... Hirtelen abban maradt egy hang. Hát finnyás van. Ne gyere be ennyire, mert azért menj ki innen. Ó, itt harcolt velük. Küzdj meg az ellenfeleiddel. Pazarlás, ne továbbja. Nem nagyon használtam eddig sem. Tudom, de ez nagyon jó is lenne, ha nem használnád, és hát használtad tőlem. Mi volt ez? Messze álltál tőle. Ja, misszeltem a cuccut. Lehet, hogy menj oldalt. Na, rá biztos, hogy elbasszom, mert már most fosok tőle. Nem kell, mindegy. Hú, de szar a gurulatod. Miért lettem megint ember? Nem meghaltál. Visszaváltozom? Ha meghalsz, akkor nem vagy. Ezt nem meghalsz, akkor írja volt, írja volt. Menj már fel! Ott. Ne arra, itt oldalt, ahol voltál. Itt? Látod egy lépcső. Kisfiam. Akkor izé... Izé... Óvatosan fussál közlekedési szempontból, mert ezek itt nagyon nyomatják az ipart. Hát ne menjünk nyakhoz a szériát, mert megtaláltálnak, azt akkor szúrunk. Turka piszká. Nem sebzi őt, hogyha eltalálják meg. Tudom. Pajzsok mindig fel majd, mert ezek itt szarakodnak. Megitte a lecsot. Uru, le, lefele, le, Lili. Menj le a lépcsőn, hogy így áll. Ne, saját izgalmamban magyarázok amúgy ilyenkor már. Pirike. Vissza a sebzés ennek a fegyvernek. Értem. Hát jó. Na. Hát ott van lent a barátod. Mi lenne, hogyha itt ezt az item-et felvennéd, és megnézni, mi az item. Értem. De van haszna, meg van értelme. Tárgy.
tárgy? Ez a trágya? Bizonyos típusú ellenfeleket fogom. Ilyeneket? Nem el. Jó, igazi. Ne üss. Védekezz, bazd, még nincs HP-d, akkor védekezz, zé. Hát... Hülye maga! Ó, bazd, meg idegen Isten. A menőzés, hát... Ez nem volt menőzés. A menőzés, de hogy most leperizem. Hát, mert ezt láttam, logikus. Nincs HP-m, leperizem. Nem azt, hogy védekezek, és nem sebződök semmi. Leperizem. Figyelj, leperizem. Azt mondom, hogy mióta van rajta a képernyőn? Na időnként bejön. Ja? Most valaki ízél. És ez az én csatornámon jelenik meg meg? De jó! Reklám, bazd meg! Leperiznek. Rekvári. Úgy utálom ezt a nyomorékot. Megint? Le fogsz esni és elveszed az 1600 lehetőt. Ami kitéletlen. Rúg már le! Bruh! Leperizem. Ez sikerült, bazdmeg. Hát de pont ezért kell gyakorolni, nem? Egy jó, de minden más ellenfél típusnál újra kell gyakorolnod, mert nem ismered a támadásainak a sebességét maguk. Na most kettőt egyszer. Hát, ha megmérgez. Ne! 1600 lelked volt, 1600 lelked volt, valamikor. Na, nem kell aggódni a lelkekért, jó. Le fogsz esni, ha szóval csinálom. Vagy megöl. Vagy leesik. Vagy esett hátra a Feri. Visszaszerezve. Kopeka. Oké. Óvatos legyél, mint a fiatal úr. Mert hogyha védekezel a pajzsodon keresztül, nem fog instant megmérgezni egyébként. Csak valamennyi visszafel a mérgezésen. Hullásod nem a legszebb. Legszebb öröm a kár ellen. Most ezt végig mondtam. Hát már így gondolkozom. A Pekka, élőhold plébánia. Élőhold plébánia. A perizést hagyd magam. Miért? Na csak mondom. Egyigesít, én nem tudom. Sötét kövér. Ez jó ráig fog tartni, ezt ne csinálni. Ja? Én a négyik. Hogy benne voltam még az olyan animációban. Ne, mert nem bírod megütni. És hát meg tudod, csak veszélyesebb, mint a fiatalság. Ekkor átfordul, igen, ne. De már akkor van, hogy staminád meg nem volt már. Kis ferő. Test átul... Azt hasonló, test átalakulása. Ez volt már egyszer felvetett ilyen szart. Ez ő kardja, ez kaptam, a semmire kellő. Kaptam, foglak, duglak. El kell intézed mindenféleképpen a cigán kerekezését. Megalázott most! Ez megalázó! Megalázónak tartja! Ez odajön hozzád az érhat! Megalázónak tartja, kisfia! Fegyvertípus, új. Nem, az a fepalosz vagy ilyen ívó. Kezdem unni. Kezdem unni azt, hogy gyökér vagy. Visszaveszem a kardomat. Csinálj, mit akarsz. A türelmetlenség szüli a halált! Nekős. A türelmetlenség szüli a halált! Ne feledd! A türelmetlenség szüli a halált! Hát te fogykon többen félek, mint az egertel. Még csak együtt. Buzi most. Ne esd már le! A mérge... A mennyi mérgezés akkor? Hát ez így gagyi már. Mi? Mennyi mérgezés akkor, mert ez így gagyi már. Vissza menj a mérgezésre. Hát hogy meg vagy mérgezve közben. Mi az, hogy menjek a mérgezésre? Menj a mérgezéssel! Ja! Érted a magyar szavakat? Én értem Kati. A magyar szavakat. Katikám! Kati. A menő Perry! Matthew Perryzés! Így a még egyet, hogy tök minden csinált meghoz. Gyere már! Már kurva anyára! Ez nem az volt. Most mi?! Hány közben nyilasztak? Közben szúrt, közben szeretett tégedet. Kezdem unni már. Megalázónak tartja, kisfia. Na, ez tűnik. Ne is foglalkozzál vele, mert baj lesz. Meg le fog járni addigra a hízéd, mérgezésed, de nincsen ezt tűzött szóval.
Eszély és a környék. Rohadt a hely. Hol mész? Jaj, bazd meg, de megijedtem! De hülye. Vissza fog sétálni a helyére, ne csinálj semmit, ne! Gyors, nincs. Ó, olyan helyen haltam meg, ahol nem lesz nagy probléma. De miért jött, bazd meg? Hangos voltam. Mi? Nem tudom, csak megijedtem kurvára, nem tudom miért. Hallottad? Hát, ja. Na jó, nyilván hallottad, én nem hallottam, én nem tudtam róla, hogy jön. Ja. Csak egyszer csak, hogy becsapódik valami, bazd meg. Hallottam, de például nem nézted meg az itemet, amit felvettél ott felette. Elkezdtem, hogy de ellenségeket vonz. Igen, de jobban is el kellett olvasni. Szóbb már a faszomat te meg. Es, mi a fasz az a levegő látó? Hallott, látott, putnokon, nézd meg azt az itemet. Ez egy nagyon fontos dolog. Bizonyos. Egy koponya, benne szelíd lélékkel. Lelkekkel. Eldobáskor széttörik, és belőle kiáradó lélek bizonyos ellenfeleket vonzanak magukhoz. A lelkek az élet koncentrációi, és az életre éhes lelkeket vonza az erejük. Nem használhatom minden ellenfélre. Tehát, hogy berakom ezt, akkor megtámadják a kis csígyját? Nem. Hanem ez arra működőképes. Mondjam el? Alapból felhívtad a figyelmet olyan itemre, amire amúgy leszoktam szarni. Ez a baj. Ami nem leszoktam szarni, csak... Nagyon sok olyan item, ami... Végül nem is... De egyébként elhagytunk valamit. Miért? Mert visszamentél, felmenni a lelkedét korábban, és nem mentél be abba az épületbe, amit kinyitottál. Menj egyenesen el arra. Ott is van egy fontos item, ami hasznos. Fejlődte. Menj be ide, így állj egyet azért még. Komolyos vagy. Fejlődtem. Visszavonulám. Erre? Aha, ott egy item, úgyhogy ennyi. Ez hasznos kis kaca. Aranyfényfanta. Aranyfenyőgyanta. De nem érdekel, mire jó az meg... Valamit van értelme elolvasni, mert sok item van a játékban, és jó ezeket ízni. Ritka fenyőfanta. Ami aranyszikrákat bocsájt ki, villanó hatása vesz fel jobb kézben lévő fegyver. Tehát ez ilyen enchant? A kezelt fegyveres elektromos ízét kapsz. Villámló sebzést fog okozni, ami olyan ellenfelek ellen hatékony, akik ellenállóak mind a mágiának és a tűz. Ez nagyon fontos info. Nagyon hatékony a sárkánytépőző ellen. Ez meg aztán végképp fontos információ. Jó, közben öltek. Nem öltek meg, de jöttek. Nagyon, nagyon! Szép a szem. Micsoda? Nem tudom, menj fel a lépcsőnünkkel. Lépcsőn! Ez létre, te paraszt! Védekezzél. Jégek, geci. Hát mivel nem védekezel, minek van a pajzsod, bazd meg? De nem tudtam, hogy ki lehet ilyeneket védeni. Nem lehet teljes mértékben, csak akkor nem bassz instant egy ütéssel. Meg azért mondtam a ruhát. Tehát, hát hülye vagy. És jön a kérdés, megcsinálja? De meghalsz. Ne perizd ezt, mert nem éri meg. A hátba szúrást pont annyira használod, mint a perlizés, akkor minden jó lesz. Nem igaz, de jobb lesz. Ebben a játékban soha nem lesz semmi mindig jó, minden jó. Még a speedrunnernek is gyökerek. Mert? Mint hogy azok is találnak hülyeségeket. Hát mert van olyan boss harc, ami annyira kiszámíthatatlan, hogy hiába vagy speedrunner, hogyha a boss hirtelen úgy dönt, hogy azt a movementet nem csinálja, amit... Na szóval azt a mozdulatsort nem adja be, amikor ő neki nincs kedve. Még nem mondjam egy 10 percig, akkor nem tudom, hogy megölni gyorsan ilyeket. Meg ilyenek. Van a bosszom úgy az, hogy leesik. Hm? Van a bosszom csak úgy leesik innen onnan. Hát mi ez itt Taurus is meg lehet ölni úgy, hogy leesik. De miért? Ezeket az ellenfeket 85-ször megöltem már. Az pont ez az izéje. Hogy ezeket már megöltem már. Akkor most gyorsan végigmegyek rajta, de nem fog gyorsan végigmegyek rajta. Na azért, mert megölöd őket 30-ban, nem tanulod ki. Akkor tanulod ki, hogyha megtanulsz hátba szúrni, meg ilyenek. Hogyha megtanulsz hátba szúrni, akkor odamész, megkerüld, megszúrod, meghalt, leesik, izé. Előtted, aki 9 darab lelkedett. 80, bocs.
Nem. Ugyanak az embernek a lelkét vetett fel. Szúrjál már akkor, ha már van szúrása. De májom! Védekezz, ne szúrj! Látod, alig megy. Csak ilyenkor meg instant felmegy majdnem teljesen. Ilyenkor alig megy, látod mi történik? Emel, mindig mikor vett fel a pajzsot. A pajzsot mindig ne csinál semmit. Ilyenkor várnék, hogy lemenjen, az kész. Van idő, nem kell sietni. A pajzsal olyan minimálisat megy fel, hogy a tízszerbe időt akkor sem történik semmi. Csak figyeld a staminádat, mert ha védekez a staminád megy lefele. Engedd le a pajzsot olyan, amikor nem támad. Védjed. Úgy igazán meg is tudod, hogy nincs nem utána kiépítésből. Csak azért sincs szükség kávé a ruhára. És veheted. Türelem! A türelem! Már, de ezt mondhattad volna korábban is. Hát nem kérdezted! És itt még én mondtam, hogy disznót is elmondom, hogy nem azt mondom, hogy hogy jön meg, hanem mi a legegyszerűbb. A vaddisznó, hogy mi a szar az? Az nem kutya? Nem, az vaddisznó. És mi van a vaddisznó agyara? Farkas. Farkas az majd később egy boss. Az szerelmes boss. Mondja meg, hogy old meg egyszerűen? Kit? Azt a kutya bozat. Nem, mert még el se kezdtem vele harcolni. Nem is volt. Hát az most miért megy, mikor elmondtam a tízszer előtte is? Mert ezek ilyen dolgok. Mi, hogy izé, addig nem, amíg agyfaszt nem kapsz, addig nem csinálom, azt mondom. Igen. Ú, bázeg. Híles. A híres híles. De mögöled is jön még valaki, szóval vigyázzál. Ja igen, most gyorsan így áll. Aki alattad volt egy ember, azt elkezdett felfele futni. Várjam. Csak menj ki ide, ne a hídon, mert itt leestek. De várj, megjön. Hammer down! Hogyha fenntartod a pajzsot, úgy is tudsz ütni. Szóval akkor nem történik meg a hátba szúrás. Mindenképpen úgy kell, amikor a hátra mögött vagy, akkor le kell engedned a pajzsot, azt, hogy hátba tud küldeni. Nagyon sok időt még rájöttem egyébként. Soha nem értettem, hogy miért nem tudok hátba szúrni. Na engem hát, vár. Persze, hogy téged vár. Én is téged várnálok. Jaj, bazd meg! Megijedtem, nem? Lehet van egyszerű módszer. Hát ezt így nem fogod megölni. Ne is próbálkozz. Seggét próbáld szúrni. Hogyha már lejöttél. Kettő szúrás meg is van. Csapdosd. És hát ne csapdosd, mert szúrni lehet csak így. Én felfutnék a lépcsőkhöz gyorsan. Nem azok. Mindig az nélkül, hogy az orrától vagy milyen szarad a fejét. Utána futni. Jaj! Ez hogy jött ide fel? Menj fel ott oda lépcsőkhöz, az oldalsó lépcsőkhöz, ami ott volt mögötted a fenten. Gyorsan, hátba, a segbe! Fogyó, babóca. Ez rohadt nagy mák. Most kell szegbe küldni. De... nem tudsz mögé menni rendesen, az a baj. Most... Ah, faszom azt. Hülye tehén! De még igazából elmondtam korábban segbe fogsz mondani. De mi mondod el? Hát miért? Érted, még én is harcoltam vele. Na, elmondjam, most... elmondjam. Hát igen, mert... Mondom, nem akarsz tovább jutni itt se ezeken a szarokban, akkor annyit segítek, hogy elmondom legalább, hogyan tudsz gyorsabban kell áthaladni, nem? Elmondjam, hogy jön meg a boss majd ezután? Elmondjam! Ja, hát... Hogy megyek tovább? Itt le? Itt le. Itt le. Óvatos, lefussál, mint az őrült. Ne fuss utána direkt! Ja, mondjuk ezt most segítem, akár elmondom a faszom. Nem nehéz visszafogni. Nem azt mondom, hogy nem tudom visszafogni, mert így bennem van instant az, hogy mondom az infókat, meg a dolgot. Ezek új jelent? Nem, ezek eddig is voltak, ezek a patkány szopógépek. Micsoda? Patkány szopógépek. Jó nagy a tököm. Jó, örülök. Mert ezt nem neked mondtam. Mi van? Hadron ütköztető? Az. Ez muszáj? Ezeket ne szúrd, mert egy ütésben megölök, nem kell szúrni. A szúrást egy picit túlhasználod, és ez nem tesz jót az információnak. Látom, egy vágásos meghalnak instant ezeket. What?! Hidegben most be azon. Narufoto. Ne. Rejtélyes kulcs. Ajjaj. Hát ez rejtélyes így. Kulcsoknál van egyébként. Hogy azt kerestem.
Kettővel arrébb fent. What? Fent kettővel arrébb. Az a matacen. Még volt az a rejtés? Egy egyszerű börtöncella kulcsa. Ja, tudom melyik. Na tűnik. Ja. És visszafele mész. Még nem... Erre kell tovább? Hát ott egy létre felfele. Ja? Répa répra. Ajjaj. Mint a Comanche. Comanchero. 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 Cigány cefre. Hát, jaj, jaj. Így elvédtem, mert leest, azt megdögölsz. Nem halnál meg valószínűleg. Óvatos legyél nagyon. Persze, mi rosszabb ilyen izés, centizés, hülyeség. Dark Souls, mert semmi értelme nem a játéknak. 500 lélek kiegészítség, ezek meg platformok. Ezek egy hülyeség. Chippy. Jó, nem megtalálni a következő bonfire-t legalább rólam. Hát ja. Gondolom, hogy nem segíted. Ebben nem valami. Na most kész. Nem igaz, itt nincs bonfire. Úgy ott vagy, az előbb voltál. Lényegében. Ak, erre fedni. Egyben halkan mennék oda, és jó megbökni. Ma segít! De nem mond már! Hát de mi nem ezt csinálnád, te sem? Igen, de nem kell mondani semmit. Ezek már nagyobb darab falatok. Mi? Nagyobb falat a darab. Lovak pajzs! Tehát mi nálam pajzs, ez tökéletes egyébként. 68, 66, 66. Hát jobb a, se, jobb a izé, de nehezebb. Azt is nézik, hogy sokkal nehezebb. Szóval igen, de gondolás. Viszont izé. Viszont direkt mesztelen vagyok. Hát ezt félig inkább. Direkt. Lehet fejleszteni a katanát majd? Persze. Lassan pont arrafelé vagyok már. Kell hozzá valami speciális egy... item? Hát titanit. Csillogó titanit! Amíg rögtön, jól mutatod, mi a faszom az a titanit. Csak ilyen sima, errefelé fogják kezdeni dobni ezek a faszom harcosok, akit előgöltél meg lovag. Ezek dobják? Nem az, hogy ez, ezek dobják főleg itt. De itt kb. Minden dobja a környéken. Hát a mögött mi? Legalább nem kell kivonnanom. Nem akarom azt, hogy izé vissza kell menned a faszommal. Nem sem pedig őket a pajzsni. Ja, szopd ki a faszt. Lehetőleg ezeket semmiféleképpen ne szúrd. Még. Hogyha szúrod. A szúrás nagyon lassú. Várjál, most nem beszélj. Nem beszélek. Valahogy ez egy pont titanit van benne szerintem. És az nem lenne rossz. Na megint van egy Nick Carter. Joey. Mi van? Nick Carter, Joey. Titanit? Rohanj meg. Páncélkesztyű? Hát de úgyse veszed fel, nem? Ugyanaz. Ne essél, ez kiek ugyanaz. És nem ugyanaz, mert másképp néz ki, de ugyanaz hát épp volt, azért statja mindent fel. Én. Piros most tényleg, de rassan nagyon szar leszel most már gurulásban. Nem is gurulsz egy ideje mondjuk. Majd a bosszok neked gurulni. Uh-huh. Úgy van, úgy. Mondja, hogy merre menj egy picit, vagy ne? Ez a... teljesen új területű. Ez az, hogy most vissza kell sétálni, megőrülsz majd. Akkor most oké, várjál. Elmondom. Ez a sorkát, gondolom meg kell nyitni. Hát végül is az. Jaj, de megijedtem. És láttad? Nem. Mi fasz? A szemeddel van vagyok, szemeddel van vagyok. Végül is látom a úszás. Mit jelent?
Tisztában vagy te veled, mekkora a pénisem? Hát 33 méter és 9 centi. Alaksor kulcs. Jaj, jaj. Volt valahol itt valami kulcs? Nem. Itt is mi van? Az nem ott volt nem szemben? Erre fel lesz, ez nem erre fel lesz. Ja, csak megint egy olyan item, hogy meg kéne nézni, mi azért. Ne menj be, please! Hát, meg is nézheted, mert... ezt nagyon szerettem, sokáig használtam ezt a fegyvert is. Hallasz valamit? Mhm. Én kell segítenem, mert instant meghaltál volna. Nem akartam most, hogy meghalljak. Majd meghalsz. Megijedtem, basszad meg. Ja, nem a legjobb helyen harcolsz vele. Miri pócs. Miri bom, beri bom. Neked is tök jó hátba szúrkálni. Hogyha meg tudnád, hogy csapni háromszor. Meg tudom. Akkor látnád a bleeding effektet. Vagy lehet nem most kéne ezt mutatni. Ezt nem láttam. Nincs bleeding effekt a PC-n. Ezt a szar. Mondjuk az elég nagy szar lenne, akkor fejlődik a fejlődik nem lenne értelme kb. Ilyen melő. Miska. Miska! Piri pocs. Jó gurulás volt amik. Ebből fognak faszni. Mindig is. Mi történik? Ez most... ökörcse. Double hátba szúrás. Double most back. Most te voltál izé amúgy. Bruce Willis. Mert? Na sebezhetetlen. Nem vicces? Üveg. Most akkor annyit, hagyd segítsek már annyit, hogy ne. Menjen arra a faszomba. De miért mondod mert el? Ott egy bonfire, azt akkor most nem is annyit segített, oda visz a bonfire, azt nem kell visszajönni 30 métereket, vagy kilométereket. Egy nem lehet segíteni? Ennyit még lehet. De akkor mit mondod, hogy én mondod el? Mert nem mikor tudom, közel vagy számítsák. A bonfirehez, akkor inkább elmondom, hogy közel vagy a bonfirehez, ne az legyen, hogy a bonfire 5 méterre halljál meg, azt menj a faszomba, visszamenj. Valaki itt kovácsol. Drága nekem az időm. Hallod? Még szabad napom sincs volna, hogy sikor. Nem mit akart. Mágia meggyújt. Akkor lehagyjuk itt abban. Nem hagyjuk abban. Menj az emberhez. Életerőt kéne egyetlen. Akkor növelni. Életerő hullám. Ja, most van ezekből kéne kis farmolni. Titani ott egy párat. Azt lehet szintezni a kis ucsigatanát. Az majd egy jó-nagyon jó hely lesz. Nagyon fogod szeretni. Utalgatni lehet, forest shadowing van, az négy árnyékolás. Oké, de most felesleges jönni, mi? Ah, van. Hát lényegében jó, de nézheted mik vannak nála. Javítani mondjuk a felszerelést, az tök jó, hogyha csinálod néha. Erősíteni? Javítani mondjuk. Erősíteni nem tudod még, javítani tök jó, hogyha csinálod 54 lélek az ucsigatanát javítani. Utána elkezdett csapdosni azt a izét. Mi a rák volt az? Meg a pajzsodok mondjuk, hogy ilyenek. Meg a pizitet is lehet a ruházatodat, mert egy nadrágon van. Mit akartam mondani? Elkezd a csatlós, ez nagy tehenet. Nope. Miután elkezd a csapdosni azt a izét, szart, a vaddisznót, aminek full izé páncélja van, és sokat romlik az állapota. Cuccodnak. Úgy logikus, merre? Erre nem? Hát biztos fel, ott volt egy... mondtam, hogy ne menj be. Pont azért mondtam, ne menj, ott megdögölsz, akkor mehetsz vissza körbe 600 km per órás sebességgel. De amikor te ezt tudod, ezt is tudod izélni. Vágod? Amióta izé megtudod a hátba, azt nem tudsz spellírni. Mi a fasz van? Úgy ez ilyen fókuszvesztés? Így van. Csak meg tud kerülni amúgy, csak néha ilyenkor ő is viselkedni nem tud. Látod, ilyenkor itt... Turbele boom muff. Muff. Ja, meg az Esus is majd fejleszgetni nem lát majd. Amikor az külön itemet kell megtalálni, pont most fogsz majd megtalálni kávé amúgy. Hát igen, hát sem. Merre kell menni? Hát ide menj be például, de... Túl nagy térnek tűnik. Hát, jaj. Vezesd őt ki innen, az ajtón oda jöttél. Jön a nagyobb terepröcsém. Ez nem boss, mi? Nem, mini bossnak nevezem.
A miniboss-t nekem, nem tudom, hogy ez hivatalosan így van-e, a minibossnak én azt nevezem, aki egyszer ölsz meg, aztán eltűnik. Mint a disznó is el lesz még egyszer ott. Nem. Nem, meg ez sem. Van a kizébe is. Mi? Nioh? Ez Nioh, hagyjál! Nem, a... izé, másik. Mi? Dark Souls 2? Hagyjál, mi? Mire mondom ezt most, nem értem. Sekiroba. Ez semmi. Nem tudom, mit akartam mondani. Az semmi jó játék. Nem egy könnyű ellenféle vezé. Sebzésed nincs rendben annyira. Piros porzsgás pozsi. Hát that was that guy. He was a really big fuckhead. Nagy balt, a titanitörék, tessék, ott van. De ilyenekből kell szerezni. Szerintem itt a játék, nem vagyok benne biztos, erre most jöttem rá szerintem, hogy ezt az embert megölöd, utána kezdik el dobni. Szerintem. Melyik ember? Ez egy trigger, ezt a faszfejűt. Ezt most megölte, és innentől kezdik el dobni szerintem ezeket a szarokat. Na. Akkor mondom a következő shortcutodat, ami egyértelmű elmentél volna oda, menj el itt erre. Hol? Itt? Ja, nem itt, egy kicsit kijebb azért. És mi van? Mi van? Menj el erre, mondom. Arra. Ne, ne feléjük, hanem itt jobbra. És ott van a lift, ugye. Ez akkor így... Nem pont ez az oldal, inkább a másik, ami itt van. Tudod, mikor van két ajtó, mi egyik zárva, a másik, akkor oda kell menni, ami itt van. Csak ezzel csinálta egy shortcutot, ami tök jó dolog. És boldog lehetsz mostantól. Közel vagy sok mindenhez. Nem kell megint visszamenni a fazba. Hanem itt vagy, és nagyon jó neked. Jó, hogy beszélgettünk. Most hova visz? Hát, szépen el. Tűzkapocsoltárhoz! Várjál, még nem sikerült beazonosítom, hogy hol vagyok. Hát a tűzkapocsoltárnál! Menj a lépcsőn mondjuk, ne például. Nem így vissza, hanem a lépcsőn lefele. Vannak nálad lelkek, amiket fel tudsz használni ennek a dolognak az eléréséhez. Sötét új! Ez? Ja, hát az majd utána, még azt is el kell intézni. Nem, menj fel a lelkeket a bűbe. Azt jövően. Most tudsz-e szüntetni? Nem tudom, hogy tudsz-e. Nézd meg. Pont egy négy lélek kell hozzá. Öt. Nem, kilenc. Ez hol írja? Ott van, menj, ölj már meg egy valami. Most azért ne roncsunk el még egyet. Nézd, hogy itt botorkál. Kis idióta paré. Gyere a putyért, megszaggat, én velem nem. Megszaggatlak. Megtéplek, te bacsi. Oda, és ott nem bahalsz meg. De vigyázz, mert szétnyom az izé. Menj ki. Lesznek itemek. Tök jó hely. Senki nem jut rá magától kazdni. Hát nem. Hazatérő csont! Ezzel tudsz hazateleportálni. Vagyis az előző pihent helyre, tudod? Aha, hannék, hogy elbasztál. Hajnal csillag. Tolizd már. Ennyi? Nem. Csirip, csirip, csip, csirip. Megrepett vörös, de el sem olvasom, jön neve. Itt is van még kint egy. Fakír gyerek. Lloyd talizmány. Én elfutnék a falba visszafele helyen. Felfele lépcsőzőzőn. Igen, a varjúsegge. Mi? Jó fasz. Hát ő hozott. Ő a barátod. Most, te most nagyon el... Nem itt vagy! Itt vagy cecőmben, menj ki arra, szóval. Ezek nem nagyon tudsz mit csinálni, az a baj sebzésileg. De mondjuk itt meghalhatsz, nem baj, ha meghalsz. Várj, megnézzük, hogy mit csinálnak. Gyíkok. Nem is sebbed rosszul, mert kucsigatán áll van tényleg. De, ja, ennél szarabb volt régen, mikor így nekik mentél. Rohadt kis köcsögök ezek amúgy, meg összeállnak néha. Kettő? Nem, kettét tudod csapni őket. Ha szétütöd, aztán összeállunk. Ötöt, hatot bele lehet jutni. Ács. Jó, nekik van izéjük, ilyen... Köcsök. Mi volt? Ez úgy dodzsoltad ki, nem is akartad. Ennél nehezebb harcra számítottam, mint hogy lehet megölnek, de nem vészesek.
Akkor ugye elönjük a tökéletes fegyre a buzogány. Igen. És pont vettél fel egyet annyit. De nem kell, míg nem fogsz velük harcolni mostanság, ezért felesleges átlátni. 14-et tudok sebezni, bazd meg a 120 helyet. Igen, 120-at. Mert eddig 120-at sebeztem a többiekbe. Igen, de számít az, hogy mekkora a másik védelme, meg ilyen. Hát tudom, azt mondom, hogy ezek azért lúcik. Nem durvák, amúgy csak csontok, szóval hát nem tudsz megvágni rajtuk, nem tudsz bleeding életetni rajtuk, még semmi. Merre akarsz menni először? Fel lehet menni oldalt ott a lift mellett a lépcsőnél, az az irány, hogy jelenleg igazából. De akkor szard le, amit mondok. Vagy most mi? Mondom, a lift mellett van egy lépcső. Mi a geci volt ez? Lövöldöz valaki fentről, maradjunk annyival. Ja, hogy ott is van. Hát igen, nézd szépen. Zeus-ban. Szét kéne nézni, Zeus. Na, mert mondod, csináld, amit mondom? Na, mi van? Mondom, a lépcsőnél menj fel a izé mellett, itt. Ez a te út, itt van a lépcső oldal, ne menj le! Itt. Szóval, kövessük azt az utat, amit úgy nagyjából kellene követni jelenleg. Csak azért mondtam, hogy teltéblából adtál volna egy fél órát. Azt nem mondtam, hogy fuss végig minden, nem nyisztam. Nem hallok semmit a játékba, az tök jó. Ő is védekezik, meg kap bejelet mutat. Nem csinált semmit. Dehogy nem. Nem, izé perizni akart. Igen? Tud olyat a gyerek, fiatal. Fasz. Gyenge még a karda, azt is megcsináljuk, hogy itt farmolsz kint majd egy picit. Ezt a titánt? Titándodót. Mert kicsit én erősödnie a fegyvernek. Nem muszáj, úgyis meghalsz. Ő is iszik? Mindenki iszik. Mindenki is iszik. És ugyanazt csináljátok, ugyanaz a nagy izé támadás. Szurka piszka. A szerencsé, hogy ő feljebb volt, olyan high ground, és ezért szarabul áll, mert ugye hát, magasabban van a fegyvere. Értem. Szóval menj ki szerintem farmon izét, ha tudsz. Na itt van egy titani töredék például. Menj ki, ne, menj vissza le, és oda ki, ahol voltak azok a szerencsétlenek, ugye. Hátulról jön legalább. Mint a melege? Szóval hátulról jön. Menj be egy picit, és egyik majd jön. De ne menj ki gyorsan, mert szerintem mindkettő jön. Nem, szerencsés létezésed van. Kb. Ugyan sebezel hátbaszúrással, mint így. Most néztem, nem figyeltem meg soha igazából. Miért nem dobálják? Vagy lehet meg kéne menni egyet izélni? Feljesszünk, jól. Hey, André! Na csak, üdv ismét. Úgy látom, jól vagy. Akarsz valamit kovácsoltatni? Fegyver erősítése. És ott kiválasztod a csigátanát. Valószínűleg legalább lesz az időtű miatt. Ja, nyomj rá. Ja. Na most erősebb, és még egyet tudsz rajta. Sőt, lehet kettő. De hol mutatja? Plusz egy, mit hol? Titani töredék szükséges, 200 lélekbe kerül, meg egy titani töredékbe. Tudtam még egyet. És most Andrénál menj innen. És akkor vásárolj, nem úgy, nem az egészből gondoltam. Hanem, hogy beszélj vele megint, és a vásárolj tőle töredék genyóságot. Ja. Szerintem nem is lehet vásárolni addig, amíg nem találsz egyet, vagy az ember. Ezeket most találom ki. Tárgy vásárlása, és vegyél egyet. Nincs csak egyet tudsz valószínű. Ja, nincs annyi, neked csak egy. Akkor tudsz még egyet fejleszteni a fegyveren. És meg tudod nézni, most már 116-os lesz a sebzésed, és alapból 82 vagy 88 volt, vagy valami ilyesmi. Szóval raktunk rá egy 50%-ot most. Az igen. Az alsó csávó az nem boss egyébként. Az egy titani démon. Az egy olyan hát dolog, amit szar sebezni. Az egész teste titanitból van, ugye, mert a fegyvered erősített, szóval azt sebezni nehéz. Harc meg küzdelem majd. Oda majd mikor később, szerintem. 10v10. Ájj, mekkora videó volt! Na, ezt akartad? Nem akartam, te csináltad! Dehogy nem, ezt akartad! Meghaltál! Igen, ez volt az a hangját is, az a... Ezt... Artoria Steamere! Az is egy jó dolog lesz. Aha, nyugi szombál. Így áll már közben óvatosan, válts a fegyvert! Mert... ezzel nem iszol, de majd megölted. Ah, van nála valami, úgy látom. Megint hülye vagyok? Nem értem! Most én is azt hittem. Na mindjárt, akkor menj le a izé, Firelink Shine, mi? Tűzkapocs oltár, vagy mi? Mi ezt a ronda felső teste? Mi?
Én mondtam, hogy vigyázz mellessel. Hát jó. Hosszú lesz még. Fényvarázslat. Merre kell? Ott a srine. Ide? Így van, öcsém. Ja, ő? Nem. Menj le itt majd a lépcső. Megütöttem. Menj le a lépcső, itt van egy lépcső lefele. Ez majd egy olyan helyre vissza, ahol nem nagyon akarunk menni. Soha, de kell majd. Itt van, menj, ne, nem, itt van, oda rácsos genyó. Ő érzi, nem tud válaszolni, ki van vágva a nyelve. Erősít az estuszodat. Igen. Ja, csak ezt az egy itemmel lehet? Mhm. Most ezt tud, flaska plusz egyed van. És lehet még többet lehet, ilyet találni? Fejből most kettőt tudok, hogy hol van pontosan, de... Egyik ért. Oké, az egyik el tudnám menni, itt van úgy lefele. De... Az nem egy olyan hely, ahová akarsz menni. Szellemek vannak. Amiket nem tudsz sebezni. De lépj egy szintet, az jó van, akkor majd később lépünk még, meg majd találsz... Hát nem azt mondom, nem sokára. De... A közeljövőben találsz majd egy olyan itemet, aminek köszönhetően nem csak plusz 5-ig tudod fejleszteni, hanem már plusz 10-ig is. És ez boldoggá fog minket tenni, amikor plusz 10-es kis kardunk legyen, akkor megölünk mindenki csúnya szörnyet a gecibe. Értem. Most már ül le ide azért. A rendkedvéért, hogy ne 3 esztusszal kevesebb legyen. Ja, és akkor fejleszteni még rajta egyet, venni kell 2. Azt hiszem 2 kell, de ha 3 kell, akkor az nem olyan jó. Akkor nem tudod megvenni. Remélem, előbb elfejtettem megnézni, hogy mennyi kell hozzá. Vásárlása viszont. Egy kell hozzá. Lehet tudsz még 2 lépni, várjál már. Akkor... Tárgyvásárlása, és vegyél azért 2-t, én azt mondom neki. Oké, később fognak hullani, mint a szemét. Pont tudsz még venni egyet amúgy, de nem kell. Persze, és... Uchigai Kuki? Nem, 2 kell hozzá, jó, akkor rosszul láttam az előbb, mert nem erre voltál rávívva. Igen, és az 5-ös szintet már 3 kell majdja. Ja. Na, találsz majd eleget mindenfele. Most már elég erős lesz akkor így. Most már megölök minden. Na, akkor nagyobb lett az életünk hosszúsági töltöttsége. Nem, csak a töltési képességet hosszabb, a magad a HP-d az nem nagyon. Ami amúgy nem annyira jó, de nem olyan vészes. Túl sokat raktunk a izékre, támadási erőkre igazából. Akkor most már élet előtt fogunk üzenni. Egy csapásos dolgok lesznek itt, az lesz a baj szerintem lassan. De hát nem biztos. Főleg, hogy ruha nélkül vagy lényegében. A staminát is jó lenne boostolni, hogy jobban bírd a ruhát, ugye. Ezt most nagyon szépen fogalmaztam. Meg amint megvan a... Ó, ezt most majd hagyjuk, ezt majd később, inkább nem spoilerzek már. Mint hogy ha megvan egy bizonyos item majd, akkor jobb lesz neked. Sok itemtől jobb lesz neked, de attól sokkal jobb lesz neked, hogyha azt szeretnéd, hogy ne hajj meg annyira különböző. Jó, most merre kell akkor mennünk? A lépcsőn felfelé, ahol mondtam az előbb. Az most az útirányod. Személyvonat! De vigyázz, mit van egy farac. Nem jutunk úgy bemenni egy helyre, hogy futsz. Jó, nem, jó. De nem azért hittem, mondom, várjál, de nem csak azért, hogyha futsz és elveszel a staminádat az összeset, plusz még ott van valami. Balder páncél. Így is bízik. Ezeket el lehet egyébként adogatni? El lehet, csak én szeretném mondani, hogy óvatos legyél itt nagyon most. Itt van az a varázsló bár, csak itt láttál lentről. Köcsög. Aha, de nem csak mi van itt. Ne menj be, ne menj, ne menj be, ne menj be. Ilyen helpeket azért mondok, hogy ne menj be, ne fuss a vesztedbe. Ezt pazarlásnak hívják. Mert egyesével öld őket, és még nem is ért el vele semmi. Gurulj hátra, és így áll nagyon gyorsan. Jaj, nem azt a... Ezeket együtt is bölöd. Csak sokan vannak, akkor az veszélyes tud lenni. Ugyás. Igyás. Látod, már majdnem visszahelyre teljesen, hogyha negyedén van a hátul. Remélem nem megy át a falon. Engem ölt meg a falon keresztül, csak nem ezzel. Ezt nem tudod levédeni, nem tud levédeni a pajzsa. És valamelyet levédesz belőle. Addig meg nem dobsz el. Gurulás? Akkor nem. Kurva anyádat. Nem dobsz el, addig is meghaltál majdnem. Mit csinál, Kant? Nem tudom, így áll, szerintem. Kant állt. Puss közel és dobja utána. Miután kilőtt, puss közel és úgy dobja egyet rá. De akkor sebezni tud még, nem? Tud, nem halsz meg egy sebzést azért. Dobd is. Még egyet eldobhatsz, hogyha nem marsz neki menni. Messze vagy már.
olyan egy nyílpuska, nem? Uh-huh. Mintha lenne nálad egy nyílpuska, nem? Ezek a sugallatok tetszenek amúgy. Neked nem, nem itt kell, hanem egy ilyen RBZ-nél egyet. És ott beraksz, mert második slotban mondjuk. Erre az alkalomra. Csak közben figyelni kell, hogy megtámadjam, ott van egy könnyű számszerű. Nyomj rá. De ez nem elég. Válasz ki a izét. A boltot. Az i, azt hiszem arra adja. Rakd be az alapnyilakat. Aztán, ja. Lép ki. És jobb, jobbra. Az van berakva. Ki van jelölve, ki jössz a sarkon, miután lőtt. Lősz egyet. És megdöglött. És válts vissza kardra szerintem. Mondom... Menj innen, mert ezek leveszik a staminára! Na. Ezeket már ilyen együttésis ember vagy. Ezeket lehet kaszálni, és igen. Jó. Talán megúszta, talán nincs több. Talán jó minden. Vedd ki a számszeret, mert nehezebb vagy tőle. Igen. Uh-huh. Még a gulásod nem változott, az tény. Lehet jönni erre oldalra, igen. Csak ne essél le. Ez nem fog visszaspawnolni, többi a segítem. Itt lesz egy item, azt megmondom, mert eltéveszted a járdát. Milyen kis kalandos lélek vagy. Nagy lelke. Szerintem jobban teszed, ha visszamész a bonfire-höz majd itt lassan. Nézzél még szétsz felfel, ez honnan rágból jött elő? Fú. Tudod, van egy cucu. Járat. Írják majd a kommentelők, hogy ó, csak azt jelenti, ne bepofázz ebből, hogy hagyd, hogy felfedezzem. Jó van. Tuti lesz benne. Nem lesz. Itt van pár kis, szép kis szék. Csak hogyha le akarnál ülni, nem tudsz leülni, mert megkérdezed. Mi lehet? Nincsak. Hol vannak ilyen? Ez az állajtó. Tudsz, hogy valami lesz mindjárt. Nem lesz semmi. Ha mindig ember vagy? Nem tudom, hogy most mondjak-e ilyen extra dolgot ezzel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban... Hogy? Mert az magával az emberrel kapcsolatban mondjak-e valami segítő jellegű dolgot? Nem tudom, de mindegy. Maradjunk annyiba, hogy most vagy mondok valamit és akkor jó lesz, vagy nem mondok, és akkor megszopol majd. Szabad vagyok most, kehehehehe. Jól van, menjél a faszba. Ez egy kis köcső. Ez egy szarfej. Mondjuk. Igen, ott van egy nagyon szép kis item lesz itt. Ezek az asztalokat törzszét megidegesítenek. És a ritka alkalmak egyik, amikor ugye ládában van valami, egy holttest. És emberség volt benne. Milyen meglepő, hogy egy testben emberség van. És ezt nem értem. Hát belőlük származik a humanity, ez valakinek a lelke úgymond, nem? Uh-huh. Mikor meg ezt azért válasz emberi, mert kapsz egy lelket. És hát nem tudom, hogy lehet szépen megfogalmazni. Na. Igen. Szerintem menjünk a bonfire-höz. Nem menj itt tovább. De tovább is menj. Lelketlen katona pajzs. Látod, ezek az oroszok. Akarom, hogy tomoruljanak. Annyira nem fognak, meg ebből neked bajot számolnak, szúrj egyet meg. Azt akarok. Csak mellégy messze tűnik. Nem fog mindenkit megjelenni. Sötét kő, de sima ütést is meghalok, ne hagyd, hogy beszorítsanak a sokban, abból nagy probléma lesz, hogy elkezd kaszálni az egyik. Vagy van úgy, hogy néha ketten kezdenek el egyszerre kaszálni, ami... Hát az összes staminádba kerül körülbelül 10 másodperc alatt. De ügyes vagyok, nem? Nem. Látod, kasza? Ne szúrj mindig. Még akkor is, hogyha jónak tűnik, ne szúrj. Mert egy ütése is levered. Leveled. Halott izék. Halott látóputnokon. Én kell egyenesen menj most már csak. Mindent felfedeztél, nagyon szép minden, nagyon jó. Nagyon szép minden, nagyon jó. Uh-huh. Most lesz egy boss. Lehet. Itt lenne a létrákon egy hort.
tudod most mi történik itt amúgy? Nem? Lépcsőkön ment, vagy mi létrákon másztál? Igen? Semmi. Halló? Miyagi, Mr. Miyagi, remake! Ó, bazzeg! Hát igen. Vannak pillanatok, amikor megbánod, hogy elkezdte játszani a játékkal. És az ilyen? Hát szerintem az ilyen. Ha nagyon nem megy, akkor majd tudok adni egy segítséget, de azért hallj meg 4x5-ször. Ez olyan, hogy itt hallj meg 4x5-ször, miért bárki mond bármit. Na, de itt nem ketten lesznek? Én nem tudom. Nem, hát csak egy van. És mi van? Úgy emlékeztem, hogy ebből kettő lesz. De úgy van. Ez nehéz lenne így elég. Nem? Hát, ja. Harangvízköpő! Bruh.